Na végre! Na, ez is kész van. És ráment egy életfeltöltőm. Erre nem normálisra. Na jó! Hát ez nem volt semmi. Ezt egy kicsit nehezebb volt leküzdeni, mint a többit. Lehet, hogy tévedek. És ez pedig a folytogatós volt. Tehát akkor most a folytogatós az kétszer jött egymás után. Hát akkor ez így már nem fair. Viszont ezt elszéveljük. Jaj, nem eszisz, barátom. Na, szíved el. Jó van akkor. Na, akkor kezdjük. Vagyis hát folytassuk onnan, ahol abba hagytuk, ugye? Na, akkor ezt ugye se kell, ezt is visszarakjuk. Ide, írni. Jobb, hogyha így mindent szépen oda visszarakunk a helyére, mert írni, és akkor egy ilyet ugye elhasználtunk, szóval azt akkor ugye visszarakjuk. Írni, kész, na. Mehetünk. És mégis hol volt a barátunk ez idő alatt? Szerintem az is egy áruló lesz. Takarító néni már is eltakarította a barátunkat. Reggelire benyomtam egy citromos teját. És attól nekem mindig egy picit felmegy a gyomorsavam. Úgyhogy a hangom egy picit ilyen furcsa lesz most, mert küzdök a gyomorsavammal, miközben játszok. Persze rá ihatnák tejet, vagy milyen hasonló dolgokat, de most inkább nem. Na, akkor ott tartottunk, hogy oda nem mentünk be, ugye? Egyáltalán eljutottunk mi odáig? Vagy oda? Igen, és akkor ott kellett a kulcs, azt hiszem az a külső rész, igen. Oda nem tudtunk bemenni. Jó, rendben. Akkor legyen úgy, hogy erre felé vesszük az irányt. Na. Mi van? Na. Szóval igen, ott a pókok után. Kíváncsi vagyok, hogy a pókok eltűnnek-e. Mert kicsit idegesítenek, hogy ott ilyen pókokon kell ugrabugrálni itt. Na, pókica, itt vagy? Eltűntek a kis pókok. Jaj, hát ezt kellett volna már legelején, hogy kibemegyek, és akkor nincsenek ilyen problémák itt a pókokkal. Na, itt viszont nem akarok, elszívek? Nem akarok. De hát ez közel van. És már nincs nálam az inkribben sem, hagyjuk. Na, inkább induljunk. Induljunk! Mi történt? Te ki vagy? Na, bocsi! És te akárki lehettél. Lehet, hogy nem is voltál zombi. Jaj, hogy ott mi voltad? Na, ezt fölvegyük? Jó, fölveszük. Jó, azt azért ledobta a gép. Azt mondta, hogy te hülye, nem látod, hogy itt van valami a kép mögött, inkább fogd ezt le. Na, Feri, hát... körbe se nézhetek. Várj, itt megnézem, hogy itt mi van. Jaj, nem mondod, hogy itt volt a kulcs. Semmi több. De ezért megrajzolni a helyszíneket, azért, hogy felveszek egy kulcsot. Meg kinyírok két zombit, hát azért... Nem semmik voltak itt a készítők. Gunpowder B. Ja, aha, Feri. Jó. Mi van? Na, igen. Hát mit csináltatok ti itt? Milyen kupolda van itt, kérem szépen. És akkor ott ki lehet menni. Vajon ott mi van? Na, rakjuk le ezeket a cuccokat, és akkor oda... arra kimegyünk. De kíváncsi vagyok, hogy ott, hogyha belerakom azt a kulcsot ott, akkor vajon mi fog történni? De most oda nem megyek vissza, hanem inkább erre lefelé megyek. Akkor ezt ide betárazzuk. Igen. És akkor ezt pedig ide rakom. Jó, rendben. Na. Jó van, most már két kulcsunk is van, srácok.
akkor itt is szévelünk egyet, mielőtt oda kimegyünk. Igen, persze, jó van már. Na, ennyi, jó, 31. Na, menjünk. Na, oké, okay. Takarító néni eltakarított mindent. Na, nézzük, hogy itt mi van. Hajjajjaj, minden ég. Ja, hogy ez a vonat. A vonatnak az oldal, szóval itt a haverunk az itt szállhatott ki. Na, ennyi, Piri. És nem mondott, hogy ezért szíveltem a semmire. Ja, hogy ez a vonatot jelképezte. Jaj. Jaj, és rossz. Jaj, na jó. Jó, na, most oda voltam. Most ez itt a semmire ide jöttünk. Jó, akkor menjünk. Menjünk föl a Clock Towerba. Reméljük, hogy nem ez hiszen nem fog visszajönni. Szóval akkor már 5 Nemesis nyomtunk le eddig, gyerekek. 5-5. Jó. Menjünk fel. Ú, nagyon rejtélyes és misztikus zene. Hát itt már mindenki ide van kaszálva. Igen, ide kell szerintem majd berakni a kulcsot. Azt csináltam, hogy a kulcsoknak miért kell külön hely, szóval, hogy azt azért meg lehetne úgy csinálni például. Na, itt ez mi történt? Ez kiégett? Shorted out. Jó, rendben. Hát ez kiégett. Na, és akkor ide rakjuk be a kulcsot. Yes! Jó, már nem kell tovább a kulcs, rendben. Na, akkor menjünk fel, nézzük meg, hogy mi van ide fent. Jaj. Itt is lehet szévelni. Az ott mi? Ez itt mi? És itt van egy óra. Nézzétek. Music books. Igen. Na. Aha. Most még nem. Most még nem, mert ezeket föl akarom venni, ez micsoda. Jaj, hát ez kell nekünk, nem tudom mire, de érdekes lehet. Na, itt, ide is el lehet. Ah, itt is van egy láda. Ezek nem normálisak, komolyan mondom, ezek a készítők. Na, akkor rakjuk ezt be. Aha. Nothing happened. Hát még nothing happened, mert még nincsen megcsinálva rendesen itt a dolog, majd mindjárt itt megcsinálom. És még ad gunpowdert. Jó, akkor. Igen, na. Viszont itt nem fogok szívelni, mert tök fölösleges. De le akarom itt dobálni a cuccainak. Akkor találtunk ugye ezekből majd mindjárt csinálunk jó kis magnum töltényeket. Így, né? Silver gear. Ja, értem, jól lenne. Jaj, bocsi. Na, akkor legyen úgy, hogy most szerintem mit kell használni ezt a kódot. Azt a UDUUDDU. Hát, nagyon szép. Igen, és? Move it up or down. Switch A up or down. Next. And. Ez mi? Ez nem tudom. Up down. Milyen up down? Na, akkor azt mondja, hogy az volt a kód, hogy U, D, U, U, D, U. Aha. Na, de most nehogy itt izé. U, D, U. Hát ez... Jézus Mária. Ajajaj.
Igen. Ja, értem. A U az az, hogy up. Szóval up, down, up. Szóval ennek up-nak kell legyen. Aztán ez is up. Akkor igen, akkor ennek down. Igen. End. Kész. Szerintem, hogy ez a kód. Na, akkor nyomjunk egy ritmust. Igen. Mehet. Igen. Igen, na szóval akkor ez lesz, és szerintem ide most be kell strapni. Na, akkor mehet. Mehet a móka. Juhú! Na, sikerült? Nem történt semmi. Ne idegelj! Na, akkor lehet, hogy rosszul csináltuk itt a kombinációt? Vagy a lenti ajtó nyílt ki. Aha. Megnézzük. Itt vágjak egyet. Na, akkor lemegyek is. Nem tudom, hogy ezt megvágjam el, mert nincsen sok szoba. De itt valószínűleg, hogy az lesz a kombinációja annak az ajtónak, amin volt az óra.